tisztelettel köszöntöm az apró Gyurcsány érdekkör milliárdjainak titkait vizsgáló parlamenti bizottság ülésén résztvevő bizottsági tagokat, a bizottság munkatársait, és köszöntöm a sajtó szép számban megjelent képviselőit is. A mai bizottsági ülés kihelyezett bizottsági ülés. A mai bizottsági ülésen három fő személyesen, két bizottsági tag pedig helyettesítés útján van jelen. Csampa Zsolt képviselő urat Balsai István, Herényi Károly képviselő urat pedig Papcsák Ferenc helyettesíti a mai bizottsági ülésen. A bizottság tehát öt fővel tanácskozó képes. Ennek a hétnek az elején a bizottság négy tagja, azaz a bizottság tagjainak kétötöde a házszabályban és a bizottság ügyrendjében megfogalmazottaknak megfelelően meghallgatási kezdeményezéssel fordult hozzám, amelyben azt kezdeményezték, hogy a bizottság az elfogadott ütemtervnek megfelelően hallgassa meg Gerezdes Jánost, a Motim RT jelenlegi és privatizációkori vezérigazgatóját a Motim RT privatizálásának tárgyában. Erre vonatkozólag én magam Gerezdes úrnak levelet küldtem, amiben tájékoztattam arról, hogy a házszabálynak, a bizottság ügyrendjének és a bizottság feladat ütemezésének megfelelően a bizottság négy tagja Balsai István, Papcsák Ferenc, Csampa Zsolt és Szijjártó Péter meghallgatási kezdeményezést nyújtott be. Mivel a bizottság ügyrendje azt tartalmazza, hogy az ilyen meghallgatásra lehetőség szerint már a soron következő ülésen sort kell keríteni, ezért kértem, hogy vegyen részt az alkotmány vonatkozó paragrafusának megfelelően a vizsgálóbizottság ülésén, vegyen részt a meghallgatáson és válaszoljon a bizottság tagjainak kérdéseire. És továbbá kértem tőle azt, hogy igazodom nyilvánvalóan egy ilyen volumenű cég vezetőinek munkabeosztásához, ezért az ülést Mosonmagyaróváron tartjuk meg, hogy ezzel is könnyebbséget jelentsünk a vezérigazgató úr számára, és kértem tőle azt, hogy a vizsgálóbizottság ülésére a Motim RT székházának egyik termét bocsássa a rendelkezésünkre. Szeretném ismertetni a bizottság tagjaival Gerezdes János vezérigazgató úr levelét a megkeresésemre. Köszönettel vettem megkeresését, melyben a vizsgálóbizottságra hivatkozva kéri, hogy a Motim RT privatizációjának témájában meghallgatás céljából július 6-án 13 órakor jelenjek meg a bizottság előtt. A meghívással kapcsolatban a következő észrevételeket teszem. Egy ilyen jellegű meghívás legalább két héttel előbb illik megküldeni, figyelembe véve, hogy egy ilyen nagyságrendű társaság vezetőinek munkaprogramja legalább két hétre előre rögzítve van. A meghívásra vonatkozó választ kéri július 5-én 12 óráig. Ez megint arra val, hogy csak politikai botránykeltésre kívánja válaszomat felhasználni. Ami pedig a Motim RT privatizációját illeti, a téma már megjárta a legfelsőbb bíróságot, könyvíródott a témáról, az APVRT belső ellenőrzési ügyvezető igazgatósága megvizsgálta a témát 1999-ben dr. Papcsák Ferenc vezetésével, és az ön jóvoltából, ez itt rám vonatkozik, ismét politikai botránykeltés céljából a legfelsőbb ügyészség is vizsgálni fogja a témát. A Motim RT privatizációjával kapcsolatos összes iratanyag az APVRT-ben megtalálható, tehát annak jogszerűsége, törvényessége egyértelműen követhető. Ezt figyelembe véve, tehát a bizottság munkáját nem akadályozva, ezúton értesítem, hogy ebben a politikai komédiában nem kívánok részt venni. A bizottság igénye esetén természetesen az írásbeli kérdésekre szívesen válaszolok. Mosonmagyaróvár 2005. július 5-e Gerezdes János. A vezérigazgató észrevételeivel kapcsolatban azért a következő észrevételeket meg kell tennem. Nincsen joga senkinek, még a Motim vezérigazgatójának sem arra, hogy politikai komédiának nevezze a parlament majdnem egyhangú határozatával létrehozott parlamenti vizsgálóbizottság munkáját. Ez a vizsgálóbizottság egyhangú szavazással, tehát kormánypárti és ellenzéki képviselők egyhangú szavazatával fogadta el munkatervének első fázisát, amely úgy rendelkezik, hogy a privatizációs tranzakciókat kell vizsgálni, azokat a tranzakciókat, amelyekben Gyurcsány Ferenc cégei állami vagyonhoz jutottak. Éppen ezért az előző bizottsági ülésen a Balatonöszödi Villa és a Szalai utca ingatlanügyét megtárgyaltuk, soron következik a Motim RT és más Hungalu cégek, Gyurcsány cégek általi privatizálása. Másrészt a bizottság ügyrendje világosan jelzi, hogy az elnök számára milyen határidők szabadnak meg,
erre vonatkozólag én minden ügyrendi előírást betartottam. Harmadrészt a legfelsőbb ügyészséget nem így hívják, hanem legfőbb ügyészségnek. Negyedrészt az elmúlt héten a vizsgálóbizottság döntése után másfél órával miniszterelnök úr megjelent a vizsgálóbizottság ülésén, hogyha egy miniszterelnök másfél órányi értesítési időt elegendőnek tart, akkor én azt gondolom, hogy egy cég vezérigazgatójának ilyen esetben a két nap is elegendő kell, hogy legyen. Gerezdes úr ennek ellenére megtagadta a vizsgálóbizottság előtti megjelenést, majd ezzel együtt ugye nem tett eleget azon kérésemnek sem, hogy a parlament egyik majdnem egyhangú szavazással megválasztott testülete parlamenti képviselőkkel a Móti Merté székházában tartson ülést. Ezért szorultunk ide a Móti Merté előtti területre. Két helyről már elküldtek minket arra való hivatkozással, hogy az a Móti Merté magánterülete. Ezért aztán itt tudjuk megtartani a mai bizottsági ülést. A mai bizottsági ülésre vonatkozóan két napirendi pontot javasoltam a bizottságnak. Javasoltam, hogy hallgassuk meg Gerezdes János vezérigazgató urat az önök kezdeményezésének megfelelően, és javasoltam azt, hogy a Motim RT privatizációja tárgyában a vizsgálóbizottsághoz beérkezett iratokat tekintsük át, és vitassuk meg. Értelemszerűen arra teszek javaslatot, hogy a vizsgálóbizottsága a napirendjét Gerezdes úr megtagadó válaszának következtében aztán egy napirendi pontra szűkítse le a Motim RT privatizációjának megvitatására, nyugtázva azt, hogy Gerezdes úr nincs itt. Kérdezem azt a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek hozzáfűzni valója Gerezdes úr leveléhez, a kétötödös megkereséshez, illetőleg a bizottság elé terjesztett napirendi javaslathoz. Nekem egyetlen... Papcsák képviselő úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, nekem egyetlen megjegyzésem van. Én úgy tudom, hogy a meghallgatás maga, de a meghallgatáson való részvétel az állampolgári kötelezettség, tehát kicsit sajátosnak tartom a vezérigazgató ilyettén való válaszát. Annál is inkább egyébként, mert a legutóbbi bizottsági ülésünkön maga a miniszterelnök mondta, illetve utalta jellemzően az általa tulajdonolt cégek vezérigazgatóinak hatáskörébe a megválaszolandó kérdéseket. Tehát úgy érzem, mintha egy falba ütközne a bizottság e tekintetben. Tehát ebben az esetben sajátosnak tartom, hogy valaki az állampolgári kötelezettségének nem tesz eleget. Ez egy megjegyzés csupán. Köszönöm szépen. Balsai képviselő, parancsoljon. Én a levélnek a hangvételét és a ott megfogalmazott jelzős szerkezetű minősítéseket olyan súlyos és a bizottság és az országgyűlés tekintélyét romboló megfogalmazásnak érzem, hogy javaslom az elnök úrnak, hogy tegye megfontolást tárgyává, különösen a személyét érintő vonatkozásában, ami a politikai komédiával és egyéb zavarkeltéssel gyanúsítja őt, hogy adott esetben a erre itt váló igazságszolgáltatási fórumokon szerezzen érvényt, mert a bizottság tagjaként és az országgyűlés tagjaként nem egy és nem két vizsgálóbizottság munkáját ismerve az oda meghívni szándékozott embereket is és indokaikat is nagyjából ismerve nyugodtan mondhatom a megjelent sajtó képviselőt is, hogy 15 év alatt nem tapasztaltam ilyen tartalmú levelet egy parlamenti szervhez íródni és a intézmény elnökét ilyen jelzőkkel illetni, úgyhogy ezt még megfontolás tárgyává javaslom. Köszönöm szépen, képviselő úr, a javaslatát természetesen meg fogom fontolni. Mindezek után akkor én arra kérem a bizottságot, hogy a tanácskozó képességhez állapítsuk meg tanácskozásunk témáját. A bizottság mai tanácskozásának témája, tehát a Motim RT privatizációnak vizsgálata. Kérem, aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel jelez a helyettesítésekkel együtt. Köszönöm szépen, 5 egyhangú igen szavazattal tanácskozóképes bizottsága mai tanácskozás témáját elfogadta. Egyben köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön Mosó-Magyaróvár parlamenti képviselőjét, dr. Pap Jánost, és természetesen a bizottság ülésén a bizottság szakértőjét, dr. Budai Gyulát is. Természetesen a bizottság tagjai szavazatukkal a bizottság szakértője számára felszólalási jogot tudnak adni. Most tehát első napirendi pont a Motim RT privatizációjával kapcsolatos iratok és a helyzet megvitatása.
A vizsgálóbizottság egyhangú szavazattal, tehát a most távol lévő kormánypárti képviselők szavazatával is jóvá hagyta azt, hogy a vizsgálóbizottság elnöke kérje be a Motim RT privatizálására vonatkozó iratokat az állami privatizációs és vagyonkezelő részvénytársaságtól. Ezek az iratok itt vannak Papcsák képviselőtársam könyöke alatt. Ez az iratcsomag áll jelenleg rendelkezésre. Néhány szóban engedjék meg, hogy ismertessem a Motim privatizációjával kapcsolatos eseteket, és arra kérem a bizottság tagjait, hogy akkor utána kérjenek szót, és mondják el kérdéseiket, illetve észrevételeiket. Én azt fogom javasolni, hogy mivel Gerezdes úr azt mondta, azt írta pontosabban, hogy írásbeli kérdéseinkre hajlandó az elkövetkezendőkben válaszolni, hogy a tanácskozó képes bizottság fogadja el azokat a kérdéseket, amelyeket írásban megküldünk majd a vezérigazgató úrnak. A történet tehát a következő. A Motim RT kizárólagos állami tulajdonban volt, a Hungalu RT gyakorolta az állami tulajdonjogot, és 1995. augusztusában elhatározták a Motim RT privatizációs stratégiáját. 1995. szeptemberében aztán jóvá hagyták az értékesítésre vonatkozó pályázati kiírást és azok mellékleteit. Két pályázó volt. Az egyik pályázó a privatizációs tender folyamán egy konzorcium volt. A konzorciumnak a konzorciumnak két tagja volt. Egyrészt az Altus nevű részvénytársaság, amely ma is Gyurcsány Ferenc 100%-os tulajdonában áll. A konzorcium másik tagja a GPS nevű cég volt. A GPS nevű cégnek is korábban Gyurcsány Ferenc volt a tulajdonosa, azonban itt később tulajdonos váltás következett be, és még a privatizációs tender időszakát megelőzően három személy szerzett tulajdonjogot ebben a társaságban, mégpedig 1995. szeptember 29-én Gerezdes János, Szűcs István és Pap Albert Antal, tehát az a három személy, akik a Motim RT menedzsmentjének is tagjai voltak. Gerezdes János, Szűcs István és Pap Albert tehát tulajdonosaivá váltak a GPS Kft-nek, amely az Altus RT-vel konzorciumban pályázott a Motim RT privatizációs kiírásán. Érdekes módon 1995. december 27-én a Motim Kft. 340 millió forintos törzsbetéttel beszállt ebbe a bizonyos GPS Kft-be. Szeretném felhívni a bizottság tagjainak figyelmét, hogy ez az időpont 13 nappal előzte meg a Motim Kft. Privatizációs eljárásának a lezárását. Így tehát úgy átalakult a Motim megvásárlására konzorciumban pályázó GPS Kft. Tulajdonosi szerkezete, hogy Gerezdes János, Szűcs István és Pap Albert Antal mellett 340 millió forintos törzsbetétel megjelent a Motim Kft. Is. Ez tehát 1995. december 27-én történt. Ekkor már bőven ment a privatizációs folyamat, ráadásul a végéhez is közeledett, hiszen 1995. december 14-én még a Hungalu igazgatósága elfogadta a Motim értékesítésére vonatkozó üzletrész átadási szerződést és annak mellékleteit a pályázati előkészítő bizottság javaslatára. 1995. december 20-án aztán az APVRT igazgatósága is jóváhagyta a Motim Kft. Értékesítésére vonatkozó döntést. Érdekes módon 1996. december 28-án, tehát egy esztendővel azután, hogy a Motim beszállt a GPS Kft-be, és a GPS Kft. Együtt az Altus RT-vel megvette a Motim RT-t, a Motim eladta a 340 millió forint értékű üzletrészét, amely a GPS-ben a rendelkezésre állt, a következő módon. Három személy számára adták el az üzletrészt: Gerezdes Jánosnak, Szűcs Istvánnak és Pap Albert Antalnak. Tehát annak a három személynek, akik a Motim menedzsmentjének tagjaként még a privatizációs eljárás idejében tulajdonrészt szereztek a GPS Kft-ben. Érdekes,
hogy ezt a 30, összesen 30 millió forint értékű, névértékű üzletrészt 340 millió forint névértékű üzletrészt, tehát 340 millió forint névértékű üzletrészt a Motim azaz 1 millió forintért adta el összesen a Motim menedzsmentje 3 tagja számára. Tehát Gerezdes János, Szücs István és Pap Albert számára a Motim a 340 millió forint névértékű üzletrészét összesen 1, azaz 1 millió forintért adta el. Vajon miért volt szükség arra, hogy a Motim privatizációs eljárás időszakában 13 nappal a privatizációs eljárás lezárása előtt 340 millió forinttal emeljen törstőkét a GPS Kft-ben, amely konzorciumban Gyurcsány Ferenc cégével megvette a Motim Kft-t és alakította azt Motim RTV. És még egy érdekesség, tisztelt képviselőtársaim, és itt be is fejezem és átadom önöknek a szót. A 705 millió forintban megállapított vételárból 5, azaz 5 millió forint jelentette a készpénzt, illetve a saját erőt. 700 millió forintnyi hitelfelvétel történt a sajtó információi szerint. Ráadásul a meg nem cáfolt sajtóértesülések szerint ezt a 700 millió forintot egyébként attól a banktól vette föl a győztes konzorcium, melynek vezetőjét akkor úgy hívták, hogy Apró Piroska, akiről köztudott, hogy a miniszterelnök úr anyósa jelenleg. Nos, tehát ez röviden a történet. Képviselő urak közül kijelentkezik először szólásra. Papcsák képviselő úrnak adom meg a szót, aki ugye a felügyelőbizottság tagként 1999-ben vizsgálta a Motim RT privatizációját. Tessék parancsolni. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Nekem valóban megszólítottam a vezérigazgató úr által, és hát én számokat ismertetnék csupán, és hát nyilván jó lenne, hogyha ezekre a kérdésekre, amelyek fölmerültek bennem, illetve bennünk, akkor ha választ kaphattunk volna. A Hungalu csoport, amely egy olyan több mint 10 cégből álló vállalatcsoport volt, a privatizációs stratégiáját az APVRT 94-95 környékén fogadta el, és ezen cégek jellemzően mindegyik eredményes és gazdaságos tevékenységet folytattak. Ez egy 35 milliárdos cégcsoport volt, amelynek a vezetője Szabó Pál, aki jelenleg a Magyar Posta vezetője. A Szabó Pál egyébként utóbb, ha jól emlékszem, föltűnik a Motim Kft-ben is a privatizációt követően, mint tisztségviselő. A Motim Kft. Maga is egy eredményes vállalkozás volt, tehát 94-ben, ahogy én megnéztem az adatokat, több mint 1 milliárd forint volt a jegyzett tőkéje, a saját tőkéje 1 milliárd 900 millió, és hát mintegy 6,5 milliárdos volt az árbevétele. Ehhez viszonyítottam pedig 200 millió forintos eredményt tudott felmutatni. Csak meg szeretném jegyezni, hogy a vagyonértékelés viszont 486 millió forintra értékelte ezt a 6,5 milliárdos vállalkozást. Tehát, hogyha megnézzük az eredményt, akkor durván, hogyha csak hasonló tevékenységet folytat, hasonló üzemben, tehát nem racionalizálnak, nem folytatnak semmi különöset, és mondjuk lecsengő lenne egy trenddel, akkor is rossz esetben 2,5 éven belül maga a cég kitermeli a vagyonértékei szerinti összeget. És hogyha hát a figyelembe vesszük egyébként az elnök úr említette, tehát lényegében ez a tőkeemelés kicsit sajátossá teheti a helyzetet, mert ez az összeg lényegében megegyezik a felvett hitelnek az 50%-ával, amelyet ugye a papírokból egyértelműen meglátszik, és az APVRT felügyelő bizottsága foglalkozott ezzel. A Magyar Hitelbank biztosította, amelynek vezetésében Gyurcsány Ferenc anyósát megtalálhatjuk. A privatizációs szerződést 1995. december 21-én írták alá, és a privatizációkor tett vállalások szerint mintegy 15 évig kellett működtetni ezt a vállalkozást. 2 évig ígéretük szerint nem bocsátanak el dolgozót, ezt a dolgozóknak ígérték. A fennmaradó 10%-ot egyébként a munkavállalóknak ígérték meg. A
vételkor irányadó üzleti rész érték 50%-án. Azt mindenki tudja egyébként, hogy maga a társaság azóta több mint 1000 munkavállalót bocsátott el, tehát ezt a vállalást 1400 munkavállalót bocsátott el. Vállalta, hogy az 1,6 milliárd forintnyi környezetvédelmi kár elhárítást elvégzi, valamint 3 milliárdos beruházást hajt végre ezen a telepen. Hát meg lehet nézni, hogy ez megvalósult-e vagy sem, de szerettük volna megtudni. Az APVRT-t, és ez már jön a vezérigazgató? Nem, mondtam neki, hogy ide nem jöttidek, küldött viszont sajtolni. Ja, köszönjük, esetleg egyet hadd nekem, de Papcsák képviselő úrnál van a szó, úgyhogy ja. Köszönjük szépen. Egy pillanat. Parancsoljunk, Papcsák. Az APVRT a 32/1990-es számú felügyelői bizottsági határozatával a Ungaló RT decentralizált privatizációját tehát elvégezte. 94-től a 7800 dolgozóból a Ungaló csoport esetében mintegy 6600 főre csökkent, és hát azt kell látni, hogy a felügyelő bizottság legfontosabb megállapítása a cégcsoport privatizációjával kapcsolatosan között a Motin Kft. Privatizáció összefüggésben az, hogy költségvetési bevétel nem keletkezett, és nem térült meg, mint egy 8 milliárd forint érték. A felügyelői bizottság megállapította akkor, hogy nincsenek garanciák a környezetvédelmi károknak az elhárítására, és a vállalásoknak, illetve a szankcióknak az alátámasztása igazából nem biztosított. A dolog szépsége is, hát nyilván most ugye politikusként ülünk itt, és a vizsgálóbizottság tagjaiként, hogy az akkori APVRT felügyelő bizottságában ugyanúgy, mint ma is, MSZP-s, illetve SZDSZ-es delegáltak is, akkor ellenzéki pártok képviselői is jelen voltak, és egyhangúan fogadtuk el ezt a vizsgálati jelentést. Úgyhogy eléggé sajátos a felszólalás, miszerint ez törvényes és jogszerű volt, mikor a felügyelő bizottság lényegében elmarasztalta az akkori vezetést a privatizációval összefüggésben. Köszönöm szépen Balsai képviselő úr. Előtte egy szó, ugye közben megkaptuk a Gerezdes vezérigazgató úrtól a bizottság iratait. Ez megtisztelő, hogy itt kiosztott a sajtó képviselőinek az általam aláírta, illetve a vizsgálóbizottság által kiküldötte levelet, illetve meghívót, nincs ezzel semmi probléma. Az, hogy bekarikázta a Gerezdes úr, hogy az idegenforgalmi bizottságtól jött a meghívó, ennek egy egyszerű oka van. A parlament főtitkára az idegenforgalmi bizottság titkárságát rendelte ki a vizsgálóbizottság titkárságául. Július 4-én értesítettem őt arról, hogy hozzám 2/5-ös vizsgálóbizottsági meghallgatási kezdeményezés érkezett. Erre vonatkozóan ki is küldtem aznap a meghívót a bizottság ügyrendje alapján. 5-én ő válaszolt arra, hogy nem tud eljönni. Én azt gondolom, hogy nincsenek semmi jelentőség, amit a vezérigazgató úr kiküldött, úgyhogy a Balsai képviselő néha szó. Ez kapcsolódnék még. Önök tapasztalják azt tényleg életszerűen sajátos a mai bizottsági ülés, hogy itt egy elvárásolt kastélyban egy várúr valahol bent ül, aki egyébként nem ér rá, írja a levelében, és már 2 hétre előre tudni kéne a programjáról nekünk is. Arra azonban ráír, hogy kiküldözgessen itt mindenféle egyébként a bizottság munkájával kapcsolatos iratokat. Mondják le önök ebből a következtetést, hogy vajon az üzleti világban, amire a múlt héten a miniszterelnök ura, aki ennek a cégnek a tulajdonosa, mint jobb erkölcsű világra hivatkozott, hogy vajon így van-e ez ebben az esetben, hogy itt a elvarázsolt kastélyból, a lovagvárból kijönnek a papírok, csak az igazgató nem látja fontosnak tiszteletét tenni. Azt szeretném a tisztelt bizottság ülésének jegyzőkönyvében rögzíteni, hogy ezekben az időkben, amit Papcsák képviselő úr, mint akkor a APVRT felügyelőbizottságának vizsgálatot vezető tagja vizsgált, ennek a cégnek, a velünk szemben lévő cégnek a tényleges vezetője Gyurcsány Ferenc volt, tehát Gyurcsány Ferenc volt az igazgatótanács elnöke,
és Gyurcsány Ferenc igazgató tanácsi elnöksége alatt bocsájtották el ezek szerint ugye a vállalással szemben a sok száz vagy ezernél is több dolgozott. Az ő vezérigazgatósága alatt, vagy igazgató tanácsi elnöksége alatt nem történt meg az 1,6 milliárd forintra vállalt a tulajdonossal, vagy eladóval szemben, vagy az eladóval kötött szerződésben foglaltak szerint vállalt környezetvédelmi beruházás, és mindaz, amit egyhangulag a felügyelőbizottság, tehát szocialista, szabaddemokrata, MIÉP és így tovább részvétellel megállapított, mint a szerződést megszegő magatartást, ezt abban az időszakban követte el a vevő, amikor a céget a ténylegesen is Gyurcsány Ferenc vezette. Így tehát természetesen a bizottság nem a Motim cég és nem Gerezdes úr ellen kíván az ő meglátásával ellentétben bizonyítékot gyűjteni, hanem arra vagyunk kíváncsiak, hogy a miniszterelnök úr gazdasági tevékenysége és az ezzel összefüggő politikai kapcsolatrendszere vajon hogyan is működött valójában. Én azt javaslom az elnök úrnak, hogy a tekintettel erre a sajátos tényre, hogy itt kint ülünk és beszélgetünk, és aki ezt kérdést akartunk föltenni, az nincs jelen. Ugyanakkor a egyébként már minősített levele szerint hajlandó írásban válaszolni. Mindenképpen rögzítsük írásban azokat a kérdéseket, és hatalmazzuk fel az elnök urat, amelyeket föl szerettünk volna tenni Gerezdes úrnak, és a bizottság munkáját ugyanez nem pótolja, de jutassuk el, és kérdezzük meg a válaszokat ezzel kapcsolatban, hiszen ezek szerint ugye annyira azért nem elfoglalt, hogy írásban tud válaszolni és küldözgetni a különböző iratokat. Ezt javasolnám. Azt nem tudom, hogy van-e most itt mód, vagy van-e annak különösebb praktikus oka, hogy ezeket a kérdéseket mind olvassuk itt föl, mert valamennyünknek van több kérdése is, ezt az elnök úr. Én azt javaslom, igen, képviselő úr, köszönöm szépen a hozzászólását, hogy olvassuk fel, és a jegyzőkönyvezetők rögzítik ezeket a kérdéseket, és amint kész van a jegyzőkönyv, ez nyilvánvalóan holnap után készen van. Természetesen azonnal a bizottság tanácskozóképes részének felhatalmazása alapján ezeket a kérdéseket el fogom juttatni Gerezdes úrhoz. Papcsák Ferenc jelentkezett még, parancsoljon. Szeretnék fűzni, én annyit szeretnék elmondani még itt a bizottság megjelent tagjainak, illetve a résztvevőknek, hogy még egyszer, a Hungaluk csoport privatizációjával összefüggő vizsgálatot az APVRT felügyelői bizottsága egyhangúan fogadta el, és a vizsgálat megállapításaiból eredően a felügyelői bizottság, tehát amelyben kormánypárti, az akkori kormánypártok és az ellenzéknek a delegátja is részt vettek, indítványozták a Hungaluk RT igazgatóságai tagjainak felelősségre vonását, az APVRT igazgatóságának tagjainak felelősségre vonását, a privatizációs értékelő bizottság, amely az értékeléssel összefüggő feladatot látta el, ugye ez egy decentralizált privatizáció volt, azon tagok felelősségének a megállapítását indítványozta az ügyvezető igazgatóság és az ügyvezető igazgatóság döntés előkészítő tranzakciós ügyintézőjének a felelősségre vonását, mint munkajogi, mind egyéb jogágat érintő kérdésekben. Nem vádaskodás, hanem ezt az SZB akkor megállapította valamennyi szereplővel, csak hát jó visszaidézni azokat a napokat. 99-ről van szó egyébként. Köszönöm szépen. Pap János képviselő úr kért szót, hogy a bizottság ügyrendje értelmében, amennyiben a bizottság képviselő tagjai hozzájárulnak ahhoz, hogy parlamenti képviselő, aki nem tagja a bizottságnak, hozzászóljon, úgy erre lehetőség van. Én azt szeretném kérdezni a bizottság tagjaitól, hogy egyetértenek-e azzal, hogy Pap János képviselő úr számára szót adjunk. Aki egyetért, azt kérem jelezze. A bizottság egyhangulag hozzájárult ahhoz, hogy a bizottság nem tagjaként, de parlamenti képviselőként Pap János felszólaljon. Pap János képviselő urat illeti a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt bizottság. Fével írja Pap János, doktor. Mivel nem a privatizáció főterületem, de mint helyi képviselő azt gondolom, hogy néhány megjegyzést kell ehhez az egész ügyhöz hozzátennem, és ezt én szívesen meg is teszem. Az első, amit a levélel kapcsolatban, illetve az igazgatónak a megjelenésével, illetve meg nem jelenésével kapcsolatban tudok mondani, véleményem szerint egy indok lehet arra, hogyha őt nem jelenik meg, ha éppen sürgős teendői között a 36 órás munkarendet kívánja visszaállítani, ami a 4 éve nem sikerült a gyárba, amire ugye másodfokú határozat, illetve most már bírósági döntés is van a miniszter úr válasz alapján a parlamentben. Ebben az egy esetben meg lehet bocsátani, éppen ezt intézi, és a dolgozóknak a kártérítésével foglalkozik.
foglalkozik. Ennyit a megjelenéséről. A privatizációban különösebben én nem folynék bele, egyrészt azért, mert nem értek hozzá, sem ez nem ért az ember, abban ne avatkozom bele. Viszont egy dolog miatt nagyon fontos ez a bizottság, illetve a bizottságnak a munkája, mert bizony a mosonmagyaróváriakat és a környék lakóit erőteljesen izgatja az, hogy amikor ez a privatizáció történt, akkor ezen privatizációban mások is szerettek volna részt venni, és mentemondák szerint, illetve elbeszélések alapján azt lehet tudni, hogy talán volt olyan ajánlat is, amit meg kellett volna fontolni a privatizáció során. Én remélem, hogy a vizsgáló bizottságnak a munkája során az is kiderül, hogy ezek a híresztelések, ezek a mentemondák igazak-e vagy sem, és hogy valóban volt-e kedvező ajánlat a privatizációnál. Mondjuk egy olyan kedvező ajánlat, ami már engem viszont érint, és ez, amiről néhány szót mondhatnék, ez a bizonyos 1,5 milliárd forint, ami a környezeti károknak a helyreállításáról szól. Ez az, ami nem valósult meg, és ugye ez az, amivel hát igazgató úr láthatólag egy dolgot tud nagyon, hogy perrel fenyeget, vagy konkrét pert folytat képviselők, illetve adott esetben bizottság ellen is. Ugye van egy sajtótájékoztató, amivel kapcsolatban nekünk van egy peres eljárásunk. Hát nyilvánvalóan ez az első forduló minden tekintetben, mert hát ezt a környezeti kárt, amit ők okoztak Mosonmagyaróváron, és azt a környezeti helyreállítást, amit nem valósítottak meg, ezt nyilvánvaló nem egy sajtótájékoztató alapján született per mentén kell eldönteni, hanem ezt orvosolni kell, és ezeket a környezeti kárelállításokat meg kell valósítani. Ezen a bizottság ülésen való részvételemnek zárszóként hadd mondjam, még volt egy értelme, mert nyilvánvaló, hogy Túri Kovács elnök urat arra fogom kérni majd az ősz folyamán, hogy jóval egy hónappal korábban kéren helyet, hívja meg a vezérigazgatót, és hívja meg a környezetvédelemért felelős szakembereket, és mutassák be nekünk azt, hogy a privatizáció óta mi történt a környezeti kárelhárítással, és ez a munka hol tart, mennyit fordítottak rá, és mi az, ami még esetleg, mint környezeti veszély, Mosonmagyaróvár lakóit fenyegeti. Ennek úr, köszönöm szépen a szót. Köszönöm szépen, képviselő úr, és köszönöm szépen, hogy eljött ide a bizottság ülésére. A következő javaslat van a bizottsági ülésre vonatkozólag minden képviselő elmondta a véleményét, azért a bizottsági ülés lezárásaként elfogadván Balsai képviselő úr javaslatát, hogy fogalmazzuk meg a kérdéseinket szóban, azokat a jegyzőkönyvírásban rögzítés, azokat elküldjük Gerezdes képviselő úrnak. Én azt javaslom, hogy a bizottság tagjai akkor fogalmazzák meg a kérdéseket. Papcsák Ferenc kért először szót, parancsoljon. Köszönöm szépen. Mielőtt fölteném a kérdéseket, két megjegyzést. Az egyik, hogy a felügyelő bizottság, mint rendes állami szerv, ma is így működik. Minden olyan érintettnek, akire valamilyen megállapítást tartalmaz a felügyelő bizottság jelentése, még a felügyelő bizottság ülését megelőzően megküldte az anyagot, tehát akkor lehetősége lett volna az akkori vezetésnek, így Gyurcsány Ferencnek is reagálni a felügyelő bizottság nyers változatban meglévő jelentésére. Emlékezetem szerint nem tett rá semmilyen észrevételt, azaz tudomásul vette. A másik a környezetvédelmi kárelhárítással összefüggő kérdés, csak hangsúlyozni szeretném, hogy nagyon-nagyon komoly környezetterhelésről van szó, 1930 óta meglévő üzemek ezek, és igen komoly környezeti teherrel szennyezik itt az egyébként nagyon gyönyörű környéket. Az elmaradás a környezeti károk elhárításának elmaradására viszont az üzletrészátruházási szerződésben nincs szankció. Általában bele szokták építeni esetleg a szerződést történő elállásnak a jogát, stb. Akkor ez volt az egyik legnagyobb elmarasztoló vélekedése az APV akkori felügyelő bizottságánál. A kérdések, amelyeket szeretnék én magam részéről megfogalmazni. Az első kérdés, hogy miért nem került az APV RT igazgatóság elé a Motim Kft. Üzleti értékbecslése, valamint a teljes mérlegés eredmény kimutatás. Jogszerű-e az olyan pályázatnak a kiírása, illetve elbírálása, amelyben az értékesíteni kívánt gazdasági társaság legfontosabb gazdasági adatait a döntéshozók nem ismerik? Miért nem terjesztették az APVRT privatizációs ágazati bizottsága elé megvitatásra a Motim Kft. Pályázati kiírását és a pályázat eredményét, holott az APVRT szervezeti és működési szabályzata ezt egy kormányhatározat szabályozza, kötelezővé tette, illetve ezt minden esetben tárgyalni kellett volna akkor. Adott-e a privatizációs ágazati bizottság elé utalás alul felmentést az APVRT igazgatósága, és ha igen, akkor milyen okból? Kik voltak az ágazati bizottságnak a tagjai, és mi volt ennek a szervezetnek a feladata?
Mi volt az APVRT vezetésének a válasza? A vagyonértékelési, könyvszakértő és környezetvédelmi ügyvezető igazgatóság e tárgyban emelt kifogására, melyben szóvá tette, hogy az ágazati bizottság tárgyalásának elmaradása következtében a pályázati eredménye kapcsolatosan az egyes minisztériumok, így a gazdasági versenyhivatal, illetve minisztériumok, valamint az érdekképviseletek egyéb szervek nem tudták tehát az érveiket, észrevételeiket kifejteni. Miért a Hungalu RT igazgatósága tárgyalta a pályázati kiírást, és miért nem terjesztette a privatizációs értékelő bizottság elé? Köszönöm szépen, én nekem is volnának kérdéseim, ezekre is kérem majd a bizottság felhatalmazását. Mi volt az oka annak, hogy a pályázat benyújtására mindössze egy hónap állt rendelkezésre, annak ellenére, hogy meglehetősen szigorú feltételeket támasztottak a pályázókkal szemben? Mi volt az oka annak, hogy a fizetési feltételt egy összegben, a szerződéskötéstől számított 8 napos teljesítési határidőben állapították meg, melynek teljesítésére mindössze 30 napot engedtek? A szigorú fizetési és egyéb feltételek és a szűkös határidő valóban az államnak azt az érdekét szolgálta-e, hogy minél többen vegyenek részt a pályázaton, és ezáltal a lehető legkedvezőbb feltételekkel értékesítsék az állami vagyont? Mi volt az oka annak, hogy az APVRT ügyvezető értekezletének és igazgatóságának a 368/1995-ös számú elbíráló határozata a bírálati szempontokat eltérően rögzítette az előterjesztéstől és a pályázati kiírástól? Van-e írásos indokolása ennek az eltérésnek, és azt ki készítette, valamint hol található? Ezek magam részéről a kérdések. Basai képviselő úr, parancsoljon. Folytatném nála sort néhány kérdéssel. Az én kérdéseim a következők lennének. A pályázat elfogadását követő tárgyalások során a PÉP, tehát az Értékelő Bizottság és az APVRT miért nem kifogásolta a fedezett hiányát a nyertes pályázó esetében, hiszen a vételárat 705 millió forintban állapították meg, azonban a CIP Bank RT által kiállított fedezett igazolás csupán 600 millió forint erejéig állt fenn. Következő kérdés. Hogyan tudta a nyertes Altus GPS konzorcium 1995. december 22-én mégis kifizetni a hátrálékos 685 millió forintos vételárat, ha erre nem volt elegendő fedezete? Következő kérdésünk. Melyik bank nyújtott végül hitelt a nyertesnek, mekkora összegben és milyen feltételekkel? Ez a hitel megfelelte az akkori hitelezési gyakorlatnak? A következő kérdés pedig arra vonatkozna, hogy a szerződés kötés követően hogyan ellenőrizte az APVRT a vállalások teljesítését, és mik voltak az ellenőrzés megállapításai, hol találhatók az ellenőrzésekről készült írásos beszámolók, szükség volt-e szankciók alkalmazására a nyertessel szemben, eleget tette minden vállalat kötelezettségének az új tulajdonos? Ezek lennének azok a kérdések, amelyekre én is szeretnék választ kapni. Az iratok alapján természetesen megállapíthatóak az összefüggések, de hát, hogyha a vezérigazgató kívánja megválaszolni, akkor nem zárkózunk ezelől. Szabcsák képviselő. Egy további kérdés, itt gondolkodtam, és az egyik kérdés az lenne, hogy volt egy másik pályázó helyből, Mosonmagyaróvárról, a Pausics Kft-ről, jól emlékszem. Nagyobb volt-e az ajánlott ár a másik pályázó esetében a Motimra tett ajánlott összeg, illetve ez a társaság mit vállalt a környezetvédelem területén, adott-e az ajánlatában biztosítékot? A másik pedig, hogy valóban vezető tisztségviselővé vált a Hungalu csoport akkori vezetője, utóbb a Motiv Kft-nél, és ha igen, akkor ennek mi volt az oka, ezt szeretnénk megtudni a Gerezdes úrtól. Köszönöm szépen, van-e további kérdés? Nincs, akkor jól számoltam, a bizottság 22 kérdést fogalmazott meg. A kérdéseket az előbbi felhatalmazásnak alapján én holnapi vagy holnap utáni, attól függ, hogy a praktikus körülmények mikor állnak majd rendelkezésre, holnap vagy holnap utáni napon írásban meg fogom küldeni Gerezdes vezérigazgató úr számára. Akkor ezt a napirendi pontot lezárom, következik az egyebek. Az egyebekben van-e valakinek javaslata vagy kezdeményezése? A bizottság szakértője jelentkezik. Én szeretném megkérdezni a bizottság tagjait, hogy egyetértenek-e azzal, hogy a bizottság szakértője szót kapjon. Igen. Van-e ellenvélemény? Nincs ellenvélemény. Budai Gyulát illeti a szó. Dr. Budai Gyula, bizottság szakértője. A bizottság munkarendjének megfelelően javasolnám, hogy a bizottság a következő ülésére szerezze be a Fővárosi Bíróság cégbíróság elnökétől az Altus RT 2005. május 19-e után keletkezett cégiratait, tekintettel arra,
hogy az előző meghallgatáson a miniszterelnök úr arra hivatkozott, hogy az Altusszal kapcsolatos valamennyi kérdésben, utalva a Szalai utca és a Balatonfüredi ingatlanra, a vezérigazgató Jagellóvics Györgyné tud választ adni. A cégiratokból a tisztelt bizottság meg fogja tudni azokat a kérdéseket, amelyre a miniszterelnök úr nem tudott válaszolni. Tehát azt kérem a bizottság elnökétől, hogy rövid úton keresse meg a Fővárosi Bíróság cégbíróságának elnökét. Az Altus RT iratainak a beszerzése véget, és ezt követően a munkarendnek megfelelően kérem, hogy a bizottság a következő ülésen Jagellóvics Györgynét és Etei Ferencet hallgassa meg a Szalai utca privatizációval kapcsolatban. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Balsai képviselő parancsoljon. Arra kérem az elnök urat, hogy a Fővárosi Bíróság elnökétől tudakolja meg rövid úton, hogy mi az oka annak, hogy két héttel ezelőtt kértük a Parlamenti Képviselők Egyesülete című Egyesület Fővárosi Bíróságon bejelentett egyesület iratait. A mai napig nem érkezett meg. A titkárságvezető Cserny János bíró tegnap lemondott, lehet, hogy az ő számos elfoglaltsága akadályozta az iratok megküldését. Mindenesetre ezt tisztázunk, mert a következő ülésen szeretnénk ebben. Természetesen. Informálódni. Jó. Még a szakértőkat kérdezem, hogy a mikori dátummal javasolja az iratok bekérését? Miniszterelnök úr úgy jelezte, hogy ő 2003. május 19-től nem tehát 2003. május 19-től semmilyen tevékenységet nem folytatott, és ekkor a cégeiről elszámolt. Ezért kérem a bizottság elnökét, hogy a bíróságtól az ezt követően keletkezett valamennyi társasági szerződés módosítására vonatkozó iratot szerezze be, hogy a következő bizottsági ülésen erre vonatkozóan kérdéseket tudjon föltenni a bizottság Jagellóvics Györgyné vezérigazgató részére. Jó, én azt szeretném megkérdezni, hogy a bizottság tagjai egyetértenek ezzel. Aki egyetért, azt kérem jelezze. Köszönöm szépen, a tanácskozó képes bizottság 5 szavazattal egyetértett ezzel a kérdéssel, illetve ezzel a felvetéssel. Van-e más hozzáfűzni való kezdeményezés kérdése valakinek? Nincsen, akkor a bizottság mai tanácskozóképes ülését berekeztem. Köszönöm szépen a jelenlétet a bizottság tagjainak és a munkatársainak, a sajtóképviselőnek pedig az érdeklődést.